kisülő tánccal vette kezdetét a mai napon a Senior Örömtánc idei évadzáró eseménye a Kecskeméti Egészségfejlesztési Irodában. A rendezvényen összegezték a fél év történéseit, hogy hol mutatkoztak be, valamint hogy milyen fellépési terveik vannak. A táncolók felléptek Kecskemét több nyugdíjas klubjában, városi programokon, mint például az Alzheimer sétán, valamint a Karolvai Téla Barátság Központban is. A Senior Örömtáncnak nagyon fontos része az, hogy megismertessük az embereket. Ma már Magyarországon több mint 300 oktatóban, és a 300 oktató több mint 9000 embert mozgat meg hetente. Itt nálunk 162 fővel indult az évad, és jelenleg 238-an vagyunk. Jelenleg városunkban 4 helyen álló tánc, 3 helyen pedig ülő tánc foglalkozást tartanak. Mint elhangzott, a működésében sokat segít az EFI, valamint Kecskemét önkormányzata. A Senior Örömtánc egyedülálló módon hozzájárul a demencia megelőzéséhez, ugyanis 76%-ban képes kísérletetni az Alzheimer-kort. Emellett oldja a feszültséget, neveli az állóképességet, fejleszti a mozgáskoordinációt és javítja az egyensúlyérzéket. Az egészségi állapotunkra, az egészségünkre is óriási hatással van, hiszen a koordináció, az egymásra figyelés, a koncentráció, én azt gondolom, hogy ezek mind olyan tényezők az életünkben, ami nagy mértékben befolyásolhatja a szellemi és a fizikai aktivitásunkat, és hát egyfajta sportnak is nevezhető. Az eseményen Engert Jakabné alpolgármester köszöntő beszédében hangsúlyozta, példaértékű ez a közösség a Senior Örömtáncnál. Mint mondta, örül annak, hogy már a kezdetekben is nagy létszámmal működött a csoport.